Háromnapos rendezvénysorozatnak ad otthont Kalocsa. Június 24-e és 26-a között kerül megrendezésre a városban a Bács Trophy Offroad bajnokság harmadik futama, de ezen kívül egy food truck show-nak is részesei lehetnek a kilátogatók. Elég nehéz technikai sportról beszélünk az autók szerelmeseinek, ugye amikor mi ezt még elkezdtük annó, akkor hát örültünk, egy kis gödrön átmentünk, egy kis árkon, ez már siker volt. Hát ma már ez tovább fejlődött, már ugye azt mondjuk, hogy offroad, az út vége, ott kezdődik az élet, és hát most már ilyen lehetetlen feladatokat oldunk meg ezekkel az autókkal. Akik nem jártasak benne, azt mondják, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Mi bebizonyítjuk, hogy igen, tehát ezáltal elég látványos sportról beszélünk, úgyhogy aki ismeri, aki nem ismeri, mindenkinek csak ajánljuk, hogy jöjjön-e, látogasson meg minket, nem fogja megbánni. Van egy kis normál kategóriánk, ebben olyan autók vesznek részt, ami szinte az utcai állapotnak megfelelő. Vannak már bizonyos engedmények velük, tehát hogy lehet bennük ilyen sarokfék, első zár, hátsó zár, de igazából szinte az utcai állapot. Van ennek egy nagy testvére, ami nagyobb autó, de ugyanúgy ezeknek a feltételeknek felelhetnek meg, hogy pár dolog lehet bennük. Akkor utána van egy másik kategória, ez már egy profi kategória, ez már egy jóval felszereltebb autó, mind technikával, mind ugye a sofőrnek már jobban fel kell készülnie. Ennek is van egy nagyobb kategória, ez a profi plusz kategória. Ez a profi plusz kategória, ez itt már ilyen kardáncsörlővel van felszerelve, hát egész erős terepeken el tudnak menni, és van a legnagyobb kategória, az az extrém kategória, ebbe meg minden belefér. Tehát gyakorlatilag itt a csillagos ég. Az izgalmak közepette megéhezőkről a street food ételeket felszolgáló vendéglátós egységek gondoskodnak. Második alkalommal érkezik a Food Truck Show Kalocsára. 8 éve járja az országot, ez lesz a 79. Food Truck Show összességében. Jellemzően Budapesten vannak nagyobb rendezvényeink, 2 egy évben, és hát járjuk az országot. És minden évben van egy-egy új állomásunk. Nyilván a nagyobb városokba visszatérünk, töretlen a sikere. Nagyon sok embert mozgatunk meg, ilyen 6-tól 800 ezer vendégig egy évben. Én azt gondolom, Kalocsán talán 6000-en voltak kint, így a Covid-nak a határán, amikor vége lett, aminek mi kifejezetten örültünk. Abban bízom, egyébként most ennél jóval többen lesznek, mert aki tavaly nem jutott el, biztos hallott róla. És hát még gasztronómiát hozunk, klasszikus utcai étkezést, amit ugye street foodnak hívunk ma divatosan, amit büfékocsikból tálalunk. Ezek a büfékocsik azért nagyon fontos tényezők az én életemben is, meg alapvetően, mert a fesztiválok országa vagyunk, én ebben a műfajban régóta serénykedem, és mindig féltem attól, amikor egy sátorban, egy faházban ideiglenesen összeépített vendéglátó egységből kellett tennünk, vagy adott ezek a nagy konyhák, ahol ki vannak rakva a serpenyőbe egész nap a napon a kaja, és hát horror áron természetesen, de abból eszünk kolbászcsülköt, és én valahogy ezt sosem szerettem. Most egy büfékocsi az tudja, hogy általában egy termékre fókuszál, de nem 80 féle dolgot veszünk belőle főzeléktől a salátáig, hanem mondjuk hamburgert, vagy mondjuk goflit, vagy mondjuk tépet húsos szendvicset, vagy esetleg barbecue-t, és arra a néhány termékre, ami egy termékkörben van, fókuszál, erre építik az autót, erre van kitalálva a higiénia, az alapanyagmozgás, a tárolás, és minden olyan felület, hogy ezt nagyon gyorsan, jó minőségben és higiénikusan ki lehessen adni. A családbarát rendezvényen minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. A június 24-i hétvégén ismét számos programra invitáljuk a kedves érdeklődőket. Ezen a hétvégén, 24-én, 25-én és 26-án Kalocsán egy nagyszabású offroad bajnokság lesz látható, illetve
szívünkhöz nagyon kedves, és most már második alkalommal fogadják el a meghívásunkat. A Street Food Szövetség elnökével jelentettük be, hogy akkor a második food truck show-t megszervezzük itt Kalocsán. Nagyon-nagyon nagy öröm ez, hiszen a food truck show és a Street Food Szövetség általában nagyobb városokba szokott ellátogatni, úgyhogy ez is mutatja, hogy milyen jól érezték magukat itt tavaly Kalocsán mind a vendéglátók és mind pedig a látogatók. Természetesen az étel különlegességek és az ital különlegességek mellé mi kísérő programokat is terveztünk. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy minden este koncertek lesznek helyi és környékbeli ismert és elismert zenekaroknak a közreműködésével. Délelőttönként a gyermekeknek szervezünk programokat, és mindemellett a helyszínen lesz egy nagyszabású vidámpark, amit tudnak majd használni, és lesznek népi fajátékok. A fesztivál helyszíne a Kalocsai Érsekkert, ahova belépés díjtalan.